Mesél a Biblia. A fogoly szobalánka. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénül is, el nem távozik attól. A szíriai királyságban élt egyszer egy katona, akit Naámánnak hívtak. Mint hadvezér, rengeteg csatát nyert már népének, s a király nagyon szerette őt. Izrael és Szíria sokszor állt háborúságban egymással, és mindkét ország katonái foglyokat hurcoltak el ellenségük földjéről. Az egyik határmenti falucskából a szíriai katonák elfogtak és elraboltak egy izraelita lánykát. Éppen Naámán vezér feleségéhez került szobalányként. A kis fogoly hamar észrevette, hogy sikerei ellenére gazdája nem boldog ember. Nem sok idő telt el, s felfedezte ennek az okát is. Naámán elkapta a szörnyű betegséget, a leprát, s úgy tűnt, nincs esélye a gyógyulásra. Egy napon a kislány így szólt úrnőjéhez. Bárcsak az én uram felkeresni Elizeus prófétát, tudom, hogy ő meg tudná gyógyítani őt. Amikor a lány szavai Naámán fülébe jutottak, meglátogatta Szíria királyát, és elmondta neki, mit tanácsolt a kislány. Menj hát el Izraelbe, mondta a király, és vigyél magaddal ajándékokat is. Én kérem levélben a királyt, hogy gyógyítasson ki a szörnyű bajodból. Majd megrakadta Naámán szekereit arannyal, ezüsttel és díszes ruhákkal, és útjára bocsájtotta a hadvezért. Amikor Naámán megérkezett Samáriába, lovaival és szekereivel, Izrael királya szörnyen megijedt, Szíria királyának levelét olvasva. Azért írok, hogy bemutassam a seregen fővezérét, Naámánt. Arra kérlek, gyógyíts meg őt, hiszen nagyon beteg, leprás. Mit gondol, ki vagyok én? Kiáltott rettegve az uralkodó. Én nem gyógyíthatom meg Naámánt, de ha visszautasítom, akkor meg haragra gerjedve hadat üzen az országunknak. Elizeus azonban hallotta Izrael királyának nehéz helyzetét. Üzenetet küldött neki ezekkel a szavakkal. Miért félsz? Küld hozzám a szíriai hadvezért. Itt megláthatja majd, hogy él az Úr igaz prófétája. Elizeus isteni lehetőségnek tekintette ezt, hogy Szíria népe hallhasson az igaz Istenről. Naámán hamarosan meg is érkezett a prófétához, valami csodálatosra és izgalmasra várva. Elizeus azonban olyannak tűnt, mint aki észre sem veszi a szekérnyi ajándékot, a drága lovakat, drága ruhákat. Csak szolgáját küldte ki ezzel az egyszerű üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordán folyó vizében, és meggyógyulsz. Naámán ezekre a szavakra nagyon dühös lett. Így mérgelődött. Azt gondoltam, hogy talán legalább kijön és beszél velem. Azt hittem, a saját kezével fog meggyógyítani, és az urat, az ő istenét hívja majd segítségül ehhez. Még hogy abban a sáros pocsolyában megfürödjek, soha. Damaszkuszban sokkal tisztább folyóink vannak. Mérgelődött, és dühében, haragosan elhagyta a proféta házát. Naámán szolgái látták, hogy Elizeus akaratlanul megsértette uruk büszkeségét, de tudták, hogy ha a vezérük nem úgy cselekszik, ahogy a proféta meghagyta, talán soha nem fog meggyógyulni. Megpróbáltak ezért a lelkére beszélni. Király, ha a próféta valami nehezet kért volna, mentél és megtetted volna. Lásd, milyen egyszerű dolgot kért. Nem kellene egyszerűen megfogadni a tanácsát és engedelmeskedned neki? Hát, elment Naámán a Jordánhoz. Szolgái figyelték, miközben mégiscsak beereszkedett a vízbe. Alámerült egyszer, semmi. Lemerült még egyszer,
Semmi. Lerült még egyszer, a szörnyű fekélyek azonban még mindig ott voltak a testén. Negyedszer, ötödször, hatodszor is alámerült, de még mindig sebek borították. Tudtam, hogy semmi értelme, kiáltotta ki szolgáinak. A hetedik alkalommal azonban, amikor kiemelkedett a vízből, szolgái örvendezve kiáltottak. Urunk, a fekélyek eltűntek! Mámán végignézett a testén. Bőre olyan tiszta volt, mint egy kisgyermeké. A lepra teljesen eltűnt. Azonnal visszasietett Elizeushoz, hogy ezt megköszönje neki. Ez alkalommal a proféta már kijött, hogy üdvözölje a magas rangú vendégét. A te Istened az egyetlen igaz Isten, mondta hálásan Naámán. Én is őt fogom imádni. Rengeteg pénzt és ajándékot ajánlott Elizeusnak. Semmit nem fogadok el tőled, Naámán vezér. Én az Úr szolgája vagyok, és nem én gyógyítottalak meg téged, hanem maga az Isten. Naámán hazatért az otthonába, s elbeszélte feleségének és a kis fogolylánynak, hogy milyen csodát tett vele az Úr. A kislány hitének pedig így lett áldásos gyümölcse. Jó éjszakát, gyerekek!